Jó estét kívánok a kedves nézőknek! A magyar-moldáv válogatott mérkőzés után az év hátralévő részében marad nekünk a magyar bajnokság, ez a kis hazai. És hát ebből a kis bajnokságban most a 16. fordulóban egy nagy meccsel kezdjük, a Győr-Újpest találkozóval, a harmadik és a negyedik helyezett találkozik így Győröt, de ezen kívül rendeznek más találkozókat is, gondolom ezzel nem lepem meg önöket. Ebben a fordulóban nézzük, hogy mi a további párosítás. A Győr-Újpest mérkőzést tehát most adjuk, holnap pedig következik majd a Ferencváros mérkőzése, szintén a magyar televízió adásán, és hát a többi mérkőzést is gondolom, hogy látják. A bajnokságot, ez sem meglepő, az MTK vezeti, és hát a második helyen a Ferencváros, a harmadikon a Győr, a negyediken pedig az Újpest, a két csapat helyet cserélhet most ezen a találkozón. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz egy pont a két gárda között a különbség. Látjuk a második felét is a táblázatnak. A Kispest, a Békés Csaba nehéz helyzetben, de hát többen küzdenek a kiesés ellen. Most pedig akkor először is elnézést kérek azért, hogy egy kicsit kócos vagyok, és a mondataim is, de hát nagyon fúj a szél. Egy kicsit kiegyenesítettebb mondatokat várhatnak majd a találkozó kommentátorától, Matusz Krisztiántól. Nem sokára következik az első félidő. Tehát közel áll hozzá ilyen szinten a Győr együttese is. Először azonban az 1 millió forintos rúgás jön, és látjuk is az első versenyző, Dulka Zoltánt. Ő budapesti, és a Manchester Unitednek szurkol. Gondolom ennek ellenére nem arról van szó, hogy eltévedt, hanem erre a meccsre szeretett volna eljönni. 21 esztendős Tulner Attila, akinek az elején kellett volna lőnie. Most jön, és ő kísérletezik újra. 25 méter a távolság, végül is Kossuth Lajos érkezett, illenék felismernem, de ő nem az a Kossuth Lajos. 25 méter, és egy szép lövés. Igazság szerint a helyi műsorközlő azt mondja, hogy most lő a harmadik versenyző, ha megengedik, az én számításaim szerint a negyedik volt ez. Hát most mondjuk egy futballistától ritkán kérdeznek ilyet, de azért mégis feltenném neked a kérdést, hogy anatómiailag hol kezdődik egy labdarúgónak a keze, és honnantól a válla, mert itt bár a szíved gondolom az Újpesthez húz, de ha megnézzük a lassítást, úgy tűnik, hogy ez kezezés volt. Igen, elképzelhető, hogy kézzel vett át 16-oson belül, sőt azt kell mondani, hogy egyértelműen kézzel vett át. Ez a bírónak a feladat, hogy akkor abban a pillanatban tört rész, a másodperc tört részet eldöntse azt, hogy gyakorlatilag lefújja, vagy pedig nem fújta le, és kétségtelen, hogy ezzel a lehetőséggel a Rósa élni tudott. Bár én hozzátenném azt, és lehet, hogy én rosszul látom, de én úgy gondolom, hogy a kapus egy picit talán nagyon későn reagálta ezt a lövés, hisz nem volt túl erős a lövész, az kétségtelen, hogy helyezett volt a lövés, és a kapufáról ment be. Itt lehet látni, hogy kézzel hozzányúlt, ez a mozdulat nagyon szép, hisz ballal visszahúzza a labdát, és a kapufáról. Nem a kezezésre értettem. Nem. A lövésre értettem, ugye nagyon szép mozdulat volt. Köszönöm, akkor megnyugtattál, hogy innentől kezdve már karnak számít, és onnantól így van, pontosan. Vál. És akkor folytatott. Úgy érzem, hogy meghatározó szerepet tölt be az Újpestnél. Igaz, hogy ezen a mérkőzésen nem játszik úgy, ahogy kellene, és sem a Győr nem játszik úgy, de a Perisnek a játék, én láttam már ezt megelőzőleg egy két héttel ezelőtt játszani, és én úgy gondolom, hogy ő egy szintén lendületes, nagyon jó játékos a Győr csapat. Nagyon szépen köszönöm. A második félidőben meglátjuk, hogy Tokodi vagy Perics érvényesül-e. Inkább jön a találkozó második félidő.